Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy teás csésze. Mit mutatnak a képek? A teás levelek jóslása. Mit látsz te itt ebben a csészében? Kérlek, írd le a kommentárba, ennek én nagyon örülnék. Amit én látok, itt középen van egy fa. Ez a fa jelentheti a fát, az erdőt, a természetet, vagy egy kiruccanást. A fa szimbolizálja a gyógyító erőt is. Azt is jelentheti, hogy le tudsz valahol gyökerezni, és adja a biztonság érzetét. Itt lesz növekvés, de amíg ez a fa gyümölcsözni fog, az eltart egy ideig, tehát légy még kicsit türelmes. Itt a fa tetején van egy férfi, olyan hosszú orral, mint egy Pinocchio, tehát lehet, hogy valaki kíváncsiskodik, hogy mit tervezel. Amit itt ez a kép még jelenthet, ez egy törpe. Ez lehet egy mese, vagy az is, hogy a kertben vannak ilyen kis törpék, ott a fa közelében. Amit a képek még mutatnak, itt egy madár, a madár fölött van egy kép, az lehet egy katicabókár, ami szerencsét hoz, de lehet egy lepke is, ami utalhat a változásokra. És itt a háttérben van egy sétáló férfi, de ez lehet egy varázsló is, varázspálcikával, tehát az elképzelések megvalósulnak. És itt ezen a kis képen van valaki egy nyillal a kezében, és itt komoly döntésekről, egy új irányról, változásokról van szó. Itt ez a kép lehet egy szőnyeg is, ami úgy a levegőben mozog, tehát ismerjük ezt a mesékből, tehát egy álom, egy mese megvalósulhat. Mit látsz te ebben a csészében? Kérlek, írd le a kommentárba. Köszönöm szépen, és én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!